A kistérségi alközpontnak is nevezhető nagymányok már régebb óta kereste, és talán most meg is találta a jelekből ítélve azt a gasztronómia és a kultúra találkozásának is nevezhető rendezvényét, ami hosszabb távon fennmaradhat, ami az egész települést idővel és egy kicsit a környéket is megmozgathatja. A burgonya, közismertebben a krumpli, Széchenyi nevén pedig a pityóka, már a tavalyi debütálásnál névadója is lett a Nagymányokjak fesztiváljának. A rendezvény megszervezését a helyi Széchenyi kör vállalta magának. Ez a Széchenyi körnek volt, a Nagymányoki Széchenyi körnek a kísérlete. Tavaly jól sikerült, most úgy látszik, hogy még jobban az idei, még több jelentkező volt a főzésben. Tavaly volt 5-6, most már vannak 13-an. A főzőverseny eredményhirdetésével indult a rendezvény, a Pityóka Fesztivál. A tésztafélék kategóriában szigorúan az itt termesztett krumplikból, stílszerűen szólva a pityókákból, kenyér és tésztafélék készültek, sőt a székely szakácsi fantázia odáig is elment, hogy pityókából készült maga a tál, amiben a zöldséges húsos étel került, amivel kategória győztes lett készítője. A húsételeknél második helyezést elért Sejem Márton érdeklődésünkre elmondta, a marhahúsos ízvilág megjelenítésekor a pityókának egyáltalán nem elhanyagolható szerep jutott az ő főztjébe. Különleges pityókát választottam, egy úgynevezett sárga pityókát, aminek teljesen más az állaga, az összetétele, mint az egyéb krumpliknak vagy pityókáknak. Saját termés? Igen, saját termés, és mondhatom azt, hogy bio. És ez még plusz is. És ez is adott plusz élvezeti értéket? Igen, így együtt a kettőt kombinálva, ez egy olyan ízvilág, különleges ízvilág, a krumplinak a kicsit olyan kásás, ugye, és ezáltal a maga az étel tartalmasabb lesz és élvezhetőbb a krumplinak a jó íze miatt, és a marhahús ugye az elmaradhatatlan, és ezért ezt lehet provokálni egy ilyen vegyes kombinált pityóka étellel. Mindenbe bele lehet rakni, minden, és a sokkal jobb az a tészta, amiben benne van a krumpli, puha és foszlós lesz. Tehát könnyű lesz az étel tőle. A kulturális műsor a Nagymányoki Német Nemzetiségi Glück auf Egyesület kis táncosainak fellépésével indult, és fél órára legalább kérték a kicsik a nagy érdemű figyelmét, a kismányoki apró népek, a nagymányoki pitypangovoda és a kis zelke csoport képviseletében. Magas szinten is a helyét megálló produkcióval jelentkezett Kosnás Árpád, helyi táncos koreográfus, 5 Széchenyi táncos című produkciója, amely quintetben a legfiatalabb táncos egy 6 éves kisfiú volt. Székelykörben is a közös a nagymányoki székelykör, felen kismányoki és felen nagymányoki. Tehát így összehoztunk egy közös, közös egyesületet, és az egyesületből 27 tag volt az elején, 2015-ben. És most 143-an vagyunk. A Nagymányoki Székelykör Egyesület működteti az énekkart, amelynek több tagja is szerepel a 70 tagú Bukovinai Székelyek Egyesített híres kórusban. Ez a több magyarországi bukovinai gyökerű településből összeálló énekkar erre az alkalomra a Pityóka Fesztiválra is összeállt. És mint kiderült, ez volt a főpróba a közelgő, várra várt csíksomlyói fellépésük előtt. Ne sír, ne sír, édes jó!